színpadra a harmadik Chili Challenge bátor és rettenthetetlen versenyzőit. Az egyes rajtszámmal Izsák Sándort. Kérünk szépen előre. Az idei versenyen ilyen még sosem volt, három hölgy is megméretteti magát. Sohajda Rita a kettes sorszámmal. Ismét egy bátor hölgy, Blaha Krisztina. A négyes sorszámot Szabó Péter kapja. Még egy hölgy, az ötös rajtszámmal Mecseki Adrien. Hatos versenyző vagyok a Zsombor néven. És végül hetes sorszámmal, de nem utolsó sorban Fonta néni Dániel. Köszönjük a versenyzőket. Pici helyet kérünk szépen majd itt a mikrofonnak is. Korhatáros a verseny. Nézni azért lehet, drukkolni lehet, és akkor most átadom a mikrofont Bélának, ő fogja levezetni a versenyt. Szurkoljunk együtt. Sziasztok! Sziasztok versenyzők, remélem felkészültetek. Nagyon egyszerűek a szabályok, de azért ismertetem őket. Előttetek található egy-egy pohárnyi paprika. Ebben, ha jól számoltam, 1, 2, 3, 4, 5 féle van. Erősségi sorrendben fogunk végigmenni, meg kell enni az egészet, tehát egyedül a kis csumája maradhat meg a paprikának, és le is kell nyelni, illetve nem szabad egészben lenyelni, hanem rágni kell minimum 30 másodpercig, hogy azért szét is rágjátok egy kicsit dolgokat. Egy paprika megelésére 1 percetek áll rendelkezésre, és utána lesz körülbelül másfél perc szünet, hogy hasson egy kicsit, és utána következik a következő szint. Mint mondtam, erősségi sorrendben fogunk haladni. Ezen a versenyen tulajdonképpen, hát jó, lehet nyerni is, de inkább azt számít, hogy ki hanyadik szintnél adja fel. Ha esetleg döntetlen alakulnak ki a végén, akkor azt többféleképpen is el tudjuk dönteni. Tehát ha minden paprikát megettetek, és még mindig azt mondjátok, hogy vállalnátok többet, akkor vagy szétevéssel, vagy szétivással fog eldőlni a verseny. Az azt jelenti, hogy egymással háttal kell állni, és szétivás esetén egy-egy korsó sört a jelre le kell dönteni, aki gyorsabban lehúzza, az nyerte a versenyt. A verseny két paprika között nem vettek magatokhoz semmi más, esetleg egy kis szénsavmentes vizet, majd mindjárt szerzünk. De a tej és a banán az tiltott, ha hozzáértek, illetve megeszitek, azzal is lehet jelezni a verseny feladását.
Természetesen miután feladtátok, egész nyugodtan fogyaszthattok bármit, hogy enyhítse a csípősséget, illetve kézfeltartással is lehet jelezni, hogyha nektek elég volt egy-egy szint, és arról kaptok majd egy oklevelet is, illetve különböző ajándékokat. Úgyhogy szerintem, ha nincs kérdés, akkor akár bele is vághatunk az első szintbe. Légy szíves, vegyétek ki ezt a zöld paprikát, a jalapenót. Ez egy nagyon kis lightos paprika. Körülbelül 8000 Scoville-ra satszolnám az átlagos értékét. Ezt szerintem mindenki meg tudja enni, aki szereti a csípőset. És akkor 3-2-1-et fogok beszámolni, és onnantól indul az 1 perc, ami alatt meg kell rágnotok és le kell nyelnetek az egészet, és utána még 2 percet kell kibírni. Úgyhogy felkészültetek? Akkor kérnék a közönségtől egy kis bíztatást is. Ez az. Szóval 3-2-1, hajrá! A jalapeño szerintem meg se fog pottyanni nekik, ez egy nagyon kis finom paprika, Mexikóból származik, mindenki ismereti, ha máshonnan nem, akkor a nachoshoz is szokták adni a moziban, úgyhogy tényleg bátran ajánlom, ezt a mintapéldányt fel is ajánlom valakinek, ha szeretné, akkor szívesen odaadom. Meg is van igazája. Letelt 30 másodperc. Egyébként, hogyha mindenki megegyezik, és nincs szükség szünetre, akkor akár jöhetne a következő szint is, de ez rajtatok múlik, használjátok ki ezt az 1 plusz 2 percet, amit kaptok, és hogyha esetleg kész vagytok, akkor egész nyugodtan. Nem, 30 másodpercet kell rágni, és 1 perc alatt tudom én megenni, azért azt mindent meg lehet, nem olyan nagy paprikák ezek. Esetleg meséltek egy kicsit, hogy mi késztetett arra titeket, hogy belevágjatok ebbe a versenybe. Sziasztok! Én tavaly második lettem ezen a versenyen, és szerettem volna idén is eljönni. Igen, emlékszem rád, nagyon keményen küzdöttél, és reméljük, hogy idén is sikerülni fog. De látom, vannak új versenyzők is. Most vagyunk másfél percnél. Várjunk még, vagy jöhet a következő? Várhatunk még, tehát ez nem kötelező. Még várunk egy kicsit, és akkor 1 plusz 1 perc lesz, addig keressétek ki, légy szíves, a következő paprikát. Ki szabad borítani, az egy ilyen kicsi kerek paprika, nekem abból nincsen, mert abból véletlenül egyel kevesebbet hoztam. Vagyis hát ilyen fura formájú, ez a picika lesz az. Ezt a fajtát úgy hívják, hogy pimenta piauzinho, ez brazil fajta. Nagyon érdekes aromája van, és érdekes formája is van. Ajánlom mindenkinek, ha találkozik vele, kóstolja meg. Hát azt mondanám, hogy eléri a habanero csípősséget, szóval ez már egy olyan 100 000 Scoville fölött van jóval, de mivel kis méretű, ezért szerintem ez még menni fog. Még hivatalosan 30 másodpercünk van a következő szintig, úgyhogy még várunk egy picit. Látom azért valaki kifogott egy csípősebb jalapeñót is, mert ez kicsit olyan, mint az orosz rulett. Van, amelyik egyáltalán nem csíp, van, amelyik egész jól csíp. Úgyhogy ezt nem tudtuk kiszámolni, kinek melyik jut. De 10 másodperc múlva indul a következő kör. Úgyhogy 5, 4, 3, 2, 1, és egészségetekre. És puzdítsuk egy kicsit őket. Az a lényeg csak, hogy ne egészben nyeld le, hanem azért valamennyire szétrágd. Most nyilván nem fogjuk ellenőrizni, hogy milyen apró darabokra rágtad szét, de azért így szabályos a dolog. Finom volt? Igen. Finom volt, úgy látom. Még nem nagyon látok izzadságcseppeket, de azért már úgy kezdenek a szemek kerekedni. De nem baj, mert jönni fog még. Igen, a párás meleg.
következő paprikánk már egy nagyobb falat lesz amúgy, de még nem kell megijedni, még van 2 percetek pihenni. Ez elvileg egy scotch bonnet, aminek érdekes formája van, mert általában ennek ilyen sapka formája van, de ez egy ilyen hosszúkásabb piros scotch bonnet. Ez körülbelül 200 000 Scoville tagsál, szerintem nagyjából, meglátjuk. Nagyon kellemes aromás paprika, és szép nagy, úgyhogy még van fél percetek, nyugodtan ígyatok kis vizet. Találtok zsebkendőt, vagyis hát bocsánat, szalvétát, és ott egész nyugodtan vegyetek belőle, készítsétek elő. Kelleni fog a következő szinteken valószínűleg. Vizet lehet inni, tejet nem lehet inni. A víz nem segít egyébként, azt elmondanám, hogy nem oldja a kapszaicint. Persze a szomjúságot oldja, de alapvetően a csípősséget nem fogja elvenni. Még pontosan 1 percünk van a következő szintig, piros scotchbonnet-ig, használjátok ki. Készüljetek fel lélekben. Velünk van egyébként, itt szurkol a közönségben a tavalyi és a tavaly előtti versenyünk győztese is, Szarvas Pál, és ő mondta, hogy fejben dől el minden, úgyhogy ezt a tanácsot tudta adni. Feladod? Tapsoljuk meg, kérem! Gratulálunk, azért ez is szép teljesítmény volt. De még mindig van 6 bátor versenyzőnk. És hogyha készen álltok, akkor légy szíves, fogjátok meg a következő paprikát. És akkor be is számolnék. 3, 2, 1, hajrá! Kérjük vágyat a finom scotch bonnet-hoz. Innen érzem az illatát, nagyon finom kis gyümölcsös. Nem kell sietve rágni, bőven belefér az 1 percbe, tényleg, hogy rendesen az ember megegye. Menni fog, gyerünk! Mit csinálsz? Nyerhetsz, persze. Most? Tedd fel a kezedet. Ja, nyelni. Azt hittem nyerni. Ja, nem kell, nem muszáj 30 másodpercig nem lenyelni, csak azért rágjátok meg jól. Ez lenne a kérésem. Bocsánat. Mindenkinek sikerült megennie? Biztos, mert ott látok még azért azon. Ez az, így kell ezt. Úgy látom, mindenkinek sikerült. Persze. Na, adunk még nekik 1/2 percet. Úgy látom, hogy ez kelleni fog. Viszont ezt a scotch bonnet-t ezt felajánlom a közönségnek. Ki szeretné? Ott látok egy kezet. Próbáld meg elkapni. Azaz. Egészségedre. És még egy versenyben van. Gratulálunk, 3. szintig jutott. Nem semmi, én ezt már nem tudtam volna teljesíteni, pedig nem ma kezdtem a csípős fogyasztást. Suhajda Ritának gratulálunk. Suhajda Ritának. Következő paprikánk, ha minden igaz, a sárga lesz, és ő pedig már egy moruga, ami egy erős ugrás lesz a 200 ezer után, egy 1 millió pluszos paprikáról van szó. Ez már kegyetlen, ez már az, amitől láttam férfiakat letérdelni, és magzatpózban sírni a sarokban. Úgyhogy készüljetek fel rá, még van 1/2 percetek fölkészülni. Egyébként nagyon finom aromája van, körülbelül 1/10 másodpercig érzed is, utána már más nem érzel belőle, csak a csípősséget. De
mi ezt így szeretjük. Önmagában fogyasztani nem ajánlatos, ezt kizárólag belefőzni valamibe, vagy szószformájába egy-egy cseppet. Mi most mégis megkíséreljük önmagába elfogyasztani. Sárga morgáról van szó, szóval egyébként a pokoli konyha felajánlása, szóval nekik köszönhetjük ezeket a kis pokoli paprikákat. Még egy kis víz, még egy kis szünet, és utána belecsapunk akkor a morugába, ami nagyon kemény lesz. Nos, ha felkészültetek, akkor fogjátok meg légy szíves a paprikátokat. Igen, a sárgát. És akkor visszaszámolok. 10-től. 3-tól. 3, 2, 1, hajrá! Igyekeztünk egyforma méretű paprikákat válogatni, hát nem tudom mennyire sikerült. Nem kell félni, ez csak egy kis sárga paprika, csak nyugodtan. Azt a kicsit azért még azért egy szép, igen, úgy már jó lesz. Nagyon jók vagytok. Trinidad Moruga Scorpion, karibi térségből származik, Trinidad Tobago környékéről. Sokáig tartotta egyébként a világrekordot csípőségi szinten, aztán a Carolina Reaper taszította le a trónról egy pár éve, de szerintem a mi klímánkon legalább ugyanolyan erősre érik, mint a Reaper, én nem érzem a különbséget. Viszont sokkal nagyobb és húsosabb és nehezebb egy termés, szóval elég kegyetlen tud lenni. Ki szeretne egy morugát? Hoppá, leesett a földre, de Ádi elkapta a morugát. Meg is kell ám enni. Jól van. Majd rájön, hogy nagy hibát vétett. Körülbelül még van 30 másodpercetek átgondolni, hogy folytatjátok-e a versenyt, vagy elég volt. A következő paprikánk szintén vizet természetesen. Mindjárt kapsz egy kis vizet. Már hozza is a Matyi. A következő paprikánk egy piros Scorpion lesz. Sunrise Scorpion. Nagyon csinos kis paprika. Össze lehet keverni, nem a Reaper-t kell, a kis harkincásat, hanem a nagyobb, húsosabbat. Igen. A nagyobb, húsosabb, ez egy Sunrise Scorpion, szintén kegyetlenül csípős, millió fölötti. És még egy versenyzőt van, akik alatt. Gratulálunk! Nem kis teljesítmény. Hajrá, nyugodtan, ideál most már. Pontanini Dánielnek gratulálunk még egyszer. Hajrá nektek! Még 4 bátor versenyzőnk van. Még 4 bátor versenyzőnk van. Persze, most már bármi tehetsz innen. Ezt nyugodtan. Banán egyébként a gyomrot nyugtatja, főleg a csípőséget annyira nem beszél, de azért a gyomornak jót fog tenni. Még van, ha jól számolom, egy olyan körülbelül 10 másodpercünk, hogy elkezdjük. Úgyhogy a készen álltok, és mindenki megtalálta a maga kis Sunrise Scorpionját. Ő volt az, igen. Igen, úgy látom mindenkinek megvan. Akkor visszaszámolok. 10-ről. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hajrá, hajrá, hajrá! Finom Sunrise Scorpion. Körülbelül egy szinten van a morugával. De nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal gyorsabban arcba kapja, adja a csípősséget, nem olyan szépen lassan épül föl, hanem azonnal üt és letaglóz.
egyetlen, amit ezek a versenyzők kibírnak. Látom még valaki küzd, de még van egy kis időd, nem kell sietni. Nyugodtan rág meg jól. Látom, még mindig talpon vannak, ez hihetetlen. És akkor most van egy kis szünet, hogy hagyjuk hatni az ízeket. A Scoville-t, vizet természetesen lehet inni. Zsebkendőt lehet használni. Még egy versenyzőt látok. Köszönjük. És gratulálunk. Mecseki Adrien volt a legbátrabb hölgy. Ötös szintig bírta, úgyhogy nagy tapsot érdemel. Még annyi dolgom van, hogy ezt a kis Sunrise Scorpiont valakinek kiosztam. És most megpróbálom hátrébb dobni. Azt, amit nem ettek meg, azt is kiosztják? Amit nem ettek meg, azt is kiosztjuk. De igyekszünk azért nem a gyerekeknek adni, hanem a felnőtteknek. Nehogy valami baj történjen. Persze belehalni nem lehet a csípősségbe, csak szenvedni tőle, mint ahogy ezt látjuk a versenyzőinken is. De még mindig talpon vannak, és ha még mindig érzitek az erőt, akkor lassan elkezdhettek ismerkedni a kis Carolina Reaperetekkel, ami előttetek van. Van, akinek csoki színű jutott. Még egy vizet kérünk. Itt is van egy bontatlan. Van, akinek csoki színű Reaper jutott, van, akinek piros színű Reaper, piros volt az eredeti, aztán később barna színű színváltozatot is kitenyésztették, de igazából nincs különbség se ízbe, se csípősségbe, csak megjelenésbe közöttük. És ez jelenleg hivatalosan a világ legcsípősebb paprikája. Persze azért elég nagy a csípősség értékben a változás, attól is függ, hogy hol termeszti az ember, milyen körülmények között, úgyhogy olyan 1.300.000 és 2.200.000 Scoville közé taksálják valahol. Mi ezt most nem tudjuk megmérni, mert nincsen kapszai címérő laborunk, de reméljük, hogy valahol nagyjából 1.5 millió környékén lehet. Ő már halucinál, most bevallotta nekem, de nem baj. Ha készen álltok, 20 másodperc múlva indul az utolsó szint, a Carolina Reaper, ami után meglátjuk, hogy mi lesz. Készen álltok? Akkor fogjátok meg, légy szíves, a paprikátokat. És akkor visszaszámolok. 5-től most. 5, 4, 3, 2, 1, hajrá! Senki nem próbálja ki otthon, nem ajánlom. Nekünk itt egy komoly kis medical crew áll készenlétben a háttérben, esetleg valami baj történne. Gratulálok! Köszi! Szép volt, nagyon szép volt. Szép volt, zsombor. Ez igen, ez teljesítmény. Úgyhogy két bátor versenyzőnk van már csak, közelebb jövök. Elvileg még 1,5 percet kell kibírnotok, hogy hivatalosan is teljesítsétek a dolgot, és akkor utána megegyezünk abban, hogy hogyan tovább. Elosztjátok az elsőjét, szétívás, szétevés. Szétevés az, hát mondjuk legyen Reaperből szintén egy következő. A szétívás pedig egy korsó sört jelent, amit le kell húzni. Ez rajtatok áll, már csak 30 másodperc is teljesítettétek az utolsó szintet is, ami hatalmas teljesítmény. Eddig még csak bajnokunk Szarvas Pálnak sikerült ezt többször is teljesítenie. Még egy picit várunk, és tessék, persze, zsombornak küldjük a tejet szeretettel, Balánt is vihetsz neki nyugodtan, az is jót fog tenni.
és utána Zsombort majd várjuk vissza a színpadra a harmadik helyezett okleveillér, de szerintem egy hatalmas tapsot kérek a két versenyzőknek, mert teljesítették az ötödik szintünket is. És akkor most megkérdezném, hogy, hogy hogyan folytassuk szerintetek. Sör? Sört nem. Hát akkor... Szerintem úgy is mindegy, igazából. Skander? Nem. Hát ez egy mentális verseny igazából, úgyhogy... Beleegyezel vagy paprika? Szénsav miatt nem. Szénsavmentes sörünk van? Nincs. Ez egy chili verseny! Na jó, ez egy chili verseny, úgyhogy akkor legyen egy chili verseny. Választhatok, légy szíves, még egy Reapert, és akkor ez fog dönteni, vagy adjátok föl. Én nem tudom, igazából innentől már csak nyerni lehet. Hát igen, ez egy jó kérdés. Igazából ide készítek még pár paprikát nektek. És akkor az lesz, hogy aki többet meg tud enni. Az is lehet, hogy mindketten feladjátok, és mindketten megosztott első helyek lettek, vagy pedig meglátjuk, hogy ki mikor adja föl. Aki előbb, aki később adja föl, pontosabban az lesz az első is, a másik lesz a második. Ez egy chili evő verseny, azt mondta a közönség, úgyhogy én nem erőltetném a sört. Akkor gratulálj, légy szíves. Úgy tűnik, hogy meg tudtak egyezni. Gratulálunk, egy második hely és egy első helyezett, de ő még megeszi. Ez igen, kérem, így kell versenyezni. Hogy nem, most már nyugodtan igyatok tejet, banán, amit csak akartok. Ezt nevezem. Igazán sportszerű verseny volt, és mindenkinek gratulálunk. A maradék paprikákat pedig elviszem innen. Szabó Péter lett második helyezett. Tapsoljuk meg, kérem! És Izsák Sándorunk az első helyezett, egy hatalmas napot! Vissza is adom a mikrofont, és következnek a programok. Ja, bocsánat, a díjak. De már, hogyha végig küzdötték, akkor már a díjátadást, azt ne lógjuk el. Zsombor, hogyha már magához tért, akkor várjuk itt a színpadon, mert szeretnénk neki átadni a harmadik helyezettnek járó díjat, ajándékot. Ó, itt is van. Tehát a bronzérmes az idei Chili Challenge-en Zsombor lett. Gratulálunk neked, 6-os rajtszámmal. 5 teljes szintet teljesített. Egy igazán emlékezetes fotó készült, azt hiszem. Második helyezett ezüstérmes az idei Chili Challenge versenyen, Szabó Péter. Gratulálunk! 6 olyan paprikát sikerült megennie, amiből egy is sok lenne. És végül az idei Chili Challenge bajnoka, Izsák Sándor.
hadd olvassam fel akkor a többi versenyző nevét is. Sohajda Rita, Blaha Krisztina, Mecseki Adrien és Fontanini Dániel. Mindenkinek gratulálunk, és jó másnapot kívánunk!